Ez a Város velünk épül, a Pápavárosi Televízió fejlesztési hírmagazinja. Köszöntöm nézőinket! A Várkertben állunk dr. Áldozó Tamás polgármester úrral, és arról beszélgetünk, hogy a növényesítés, a Várkert növényzetének megújítása a Zöldváros 1-es projekt egyik legfontosabb eleme, és ennek több része is van. Tekintsük át sorba egyrészt időrendben, másrészt pedig nagyságrendben, hogy mit jelent ez a növényzet megújítás, ez az növényzet intenzitásának növelése. Hát ez azt jelenti, hogy a Várkert eredetileg a grófi kert állapotában egy fákkal viszonylag ritkán beültetett, mégis sokféle fajtát tartalmazó, sok más növényt is tartalmazó terület volt, ami 1945 után aztán egy másfajta koncepció miatt beerdősült. Ugyanakkor a faállomány jelentősen leromlott, ezért amikor elkezdődött ez a projekt, akkor azzal kellett kezdeni, hogy ezeket a leromlott állapotú fákat, az invazív fajtákat, az elszáradtakat, azokat ki kellett vágni. Ez a folyamat nem ért véget, hiszen egy folyamatos gondozás esetén mindig is lesznek majd fakivágások. De a cél mégiscsak az volt, hogy sokkal intenzívebb zöld terület legyen a várkert, ezért következik a növénytelepítéseknek az időszaka. 142 darab facsemetét telepítettünk el, 19.500 cserjét és 8.850 évelő növényt, ez azt jelenti, hogy 28.500 új növény kerül a várkertbe. Ezek egy meghatározott kertészeti terv alapján kerülnek ide. Nagyon sok helyen már most látszik a várkertben, hogy a sétányok mellett ilyen kis ágyásokat alakítottak ki, különböző növénycsoportosulásokkal, mulcsborítással. És hogyha végignézünk akár ezen a sétány szakaszon is, meglehetősen dekoratív képet mutat, bár még nagyon kicsik ezek a növénykék is. Hát bízunk benne, hogy meg fognak tudni erősödni. Ugye most úgy alakítottunk ki minden egyes park részletet, hogy ott legyen vízvételi lehetőség, és lehetőség legyen arra, hogy közvetlenül lehessen őket locsolni, és jövőre már a természet majd elvégzi azt, amit most nekünk kell pótolni. A Várkert árnyas fái alatt állunk Sebestyén Bognár Zsófia kertészmérnökkel, aki arról fog nekünk mesélni, hogy milyen növények kerülnek ezekbe a csoportosulásokba, ezekbe az ágyásokba. Hogyha ide mögénk nézünk vissza, ugye itt vagyunk most a fitness park melletti területen, itt milyen növényeket ültettek? Igazából a kertépítészeti koncepció alapján a Várkert egyes területeire hasonló típusú növények kerülnek az egymáshoz közeli ágyásokba. Itt kikeleti bangitát látunk, bíborfüzeket, mézbogyót, babérmedgyet és nyári orgonát. Ezek a növények mind ilyen erősen fás területre, parkba való, kicsit az erdei növényzetet imitáló növényfajok? Így van, ez mind bírja itt a félárnyékot. A virágzásuk az nagyrészt a tavaszi időszakra esik, akkor a fáknak a lomb koronája még egyébként sem fejlődik ki teljesen, úgyhogy ezek ide teljesen ideálisak. Menjünk akkor a következőhöz. Ugye itt is látunk olyanokat, ami a másikban is van, nagyon kellemesen puha a talaj, nem éppen a szandálunknak való, de ezt a kis kalandot azért bevállaljuk. A növények kedvéért. Ugye ez azt is jelzi, hogy már a durva tereprendezés itt is megkezdődött. Így van. Na és akkor itt, ahol állunk. Itt az előző ágyáshoz képest, vagy attól különbözően látunk még somokat, különböző vörös veszélyű és sárga veszélyű somokat, ezeknek az a különlegessége, hogy télen lomb nélkül is díszítenek magukkal a vesszőszínnel. Látunk gyöngyvesszőt, itt épp a fehér virágút, nyári orgonákat, és szintén a kis bíborfüzeket. Mekkorák lesznek ezek? Amikor kifejlődnek igazán, akkor mit fognak mutatni? Az ágyások közepére kerülnek általában a magasabbra növő növények, a szegély növényként pedig az alacsonyabbak. Ezek csak akkorára nőnek meg, hát ilyen másfél-két méteres magasságra, hogy azért a park átláthatóságát ne akadályozzák.
Most is zajlik ugye a növénytelepítés, hát 30-35 fok van minden nap. Ilyenkor laikus számára fölvetődik a kérdés, hogy szabad-e ilyenkor növényt ültetni, illetve az ilyenkor elültetett növények megmaradnak-e hosszú távon, vagy azonnal kiégeti őket ez az erős napfény. Szerencsére megoldott a növényeink öntözése, ezek mindegyike konténeres növény, tehát cserépben van. A földlabdás növényeket pedig elvermeltük, tehát ez azt jelenti, hogy félig leástuk a földbe, automata öntözőrendszert telepítettünk föléjük, úgyhogy már mire az ültetésre kerül a sor, addigra a földlabdájuk egy kicsit át van nedvesedve, és az ültetés után pedig egyből öntözzük őket, valamint tehát ez a sok árnyék itt szintén a segítségünkre van. Néhány héttel ezelőtt már megmutattuk azt, hogy a munkagépek, a kotrók rendezik a terepet, ami azzal kezdődött, hogy a meglévő gyep felületeket eltüntették mindenhonnan. Már sarjad az új fű egyes helyeken. Ezek a zöld területek, ezek ugye füvesnek tűntek, de azért az mindenféle olyan növényen is torkított volt, ami nem való, de most talán sikerül egy homogénebb zöld felület irányába majd elmozdulni. Hát a rendszeres nyírás, csapadék majd meg fogja tenni a magáit, és újra szép zöld lesz a várkert. Nem csak a várkert a beavatkozási terület ennek a Zöldváros egyes projektnek, hanem az Erzsébetliget is. Ott is hasonló a növénytelepítés? Teljesen, hiszen ugyanezt a logikát követjük. Ugye azt tudni kell, mert hétvégén azért volt némi vita a közösségi médiában, hogy a várkert és az Erzsébetliget is munkaterület. Ezek akár lezárt munkaterületek is lehetnének, de azt már a beruházás elején tisztáztuk, hogy nem kívánunk ilyet tenni, hiszen ezek fontos közlekedési útvonalak is egyben. Ezért, ha most előnytelen formája van az Erzsébetligetnek, akkor azt tessék úgy értékelni, hogy egy munkaterületnek van előnytelen formája. Ott is hamarosan ugyanezek az állapotok fognak kialakulni, ugyanígy füvesítés fog következni, növénytelepítés fog következni, közvilágítás építés következik majd ott is. Ez biztonságot fog jelenteni majd a sötétedés utáni órákban is, bátra lehet közlekedni bármikor. És nem csak a közvilágítás teszi ezt lehetővé, hanem az is, hogy egy kicsit nyitottabbá vált. Áttekinthetőbb lesz, nyitottabb lesz, és mi azt reméljük, hogy látogatottabb is lesz. Bár nagyon helyesen teszik a pápaik, hogyha ilyen melegben nem jönnek innen, mert pár fokkal lehet, hogy hűvösebb van, mint a szabad tereken, de ez is nagyon meleg ahhoz, hogy most 3 óra környéken a szabadba itt tartózkodjanak. Még mindig a Várkertben vagyunk, de ez már a Bakonyér és a Várkert út közötti terület. Ez az egyik beavatkozási helyszíne a Zöldváros 2-es projektnek. Vezérigazgató úr, itt milyen feladataik vannak ezen a több hektáros területen? Ezen a területen, tehát a Várkert és a Várkerti út közötti területen egyrészt építünk járdát, készül egy új járdaszakasz a lépcsőtől, tehát itt a Szent István utcától lefele, a meglévő lépcsőn, Bakonyéren innen épül egy járda, lesz itt egy kis pihenőtét a járda mellett, vagy a járda kiszélesedésébe, és utána pedig a járda kiköt, kivisz majd ezen a szakaszon a Várkerti útra. Azon kívül lesz egy másik járdaépítési feladatunk, az pedig a gimnázium és a fahit közti meglévő járdát kiszélesítenénk, illetve már kialakult ott egy újabb járdaszakasz, amit használtak. Egy ilyen természetes úton kialakult járdaszakasz? Igen, az is le lesz burkolva, tehát ott most két járda fog majd kikötni az útra, amely a hittól kifele. Ez a másik ilyen burkolási feladatunk. A burkolási feladatunkon túl pedig már korábban elvégeztük, hiszen erről azt hiszem híradás is volt, kivágtuk az elöregedett beteg fákat, több mint 100 fát vágtunk ki a területről. Annak a tuskóit, maradék gyökereit részben már kiszedtük, még majd ezután szedjük ki a maradékokat. Itt van egy durva tereprendezési feladatunk, és a két járda körül pedig növénytelepítési feladatunk lesz, tehát ültetünk fákat, és ugyanúgy ágyások lesznek, mint ahogy bent a belső várkertben. Ugye a várkert belső területén a Zöldváros egyes projekt keretében már nagyon jól kirajzolódnak ezek a növénycsoportosulások, ezek az ágyások, illetve a sétányok.
itt még ugye nem látjuk ezeket teljesen, ugyan ilyenek lesznek? Csak a járdák környezetét rendezzük, a járdák környezetében lesznek ugyanúgy a növénytelepítések, a többi terület, ahonnan fákat vágtunk ki, ott csak egy durva tereprendést kap, az nem is kap új füvesítést, hiszen ott a füvesítés jó része nagyon rendben van, tehát gondozott, és azokat nem kell újra telepíteni, nem is feladatunk, hogy újra telepítsük, ott csak eltüntetjük a tuskoknak a helyét, és oda pedig körülbelül egy 80 darab fát ültetünk el majd. A Várkertnek ez a része ugye a lakosok által kevésbé használt. Úgy tudjuk, hogy van, meg el se tudjuk képzelni igazán, hogy ez milyen hatalmas terület, de olyan nagyon itt sétálgatni, akár kutyázni, akár csak úgy pihenni nem járnak az emberek. Ezek az új sétányok megnyitják ilyen célokra is a teret? Úgy gondolom, hogy igen, hiszen ugye egyrészt összekötik, mint mondtam, a Szent István utat, illetve a belső Várkert, vagy a Várkerti utat, tehát ez nyilván gyalogos átjáró funkcióként is szolgál, illetve mindegyik járda mellé kerülnek padok, kerülnek kiülők ezekre a területekre is, tehát ilyenfajta pihenővezetként is szerintem használni fog. Illetve lesz egy wifi-s pad, ami majd a gimnáziumi átjáróhoz lesz elhelyezve, egy csomópontba alakul ki, tehát ott pedig majd nyilván a wifi használattal, azért úgy gondolom, hogy a fiatalok ott azért majd sokat egy találkozási pont lesz. Például. A Zöldváros 2-es projektnek van egy második üteme is, egy másik helyszínen, ez pedig ugye a külső Várkerti terület, ott a Fenyves környékén, ahol már a rekordtános futópálya elkészült, ahol a tó alapjai megvannak, és ahol még nagyon sok munka vár majd a leendő kivitelezőre. Mik lesznek a feladatai? Közel 7200 négyzetméternyi területen folyik majd a munka, ami azt jelenti, hogy 3500 négyzetméternyi területet fogunk burkolttá tenni. Ez a burkolat alatt azt értjük, hogy oda növényeket telepítünk, fákat telepítünk, cserjéket ültetünk, sétányokat, parkolókat fog építeni, illetve különböző utcabútorok is kerülnek oda, úgy mint padok, hulladéktárolók és közvilágítás is, valamint kamerarendszer is fog kiépülni itt. A második rész az a játszótér építés. Ez a játszótér építés, ez azt jelenti, hogy közel 70 négyzetméter gumiburkolatú felületen 7 darab játékot fognak elhelyezni a leendő kivitelezők. A harmadik elem az a vízépítésnek a feladatköre. Ugye látható már az a tómeder, ami jó ideje ott megtalálható ezen a területen. Ezt két ponton a termálvíz elfolyó vizével fogjuk a távolabbi pontján megtáplálni. Ez azt jelenti, hogy a tónak a medre feltöltődik, és a fürdő felüli oldalon felhasználva azt a vízelvezető árkot, amely ma is létezik, a Bakonyér, mint befogadóhoz fogjuk az elfolyó vizet eljuttatni. És a negyedik beavatkozási terület, az pedig egy olyan közösségi térnek a létrehozása, amely mintegy 150 négyzetméter területen valósul meg. Ennek lesznek vizes blokk részei, lesz egy közösségi tér, illetve lesz olyan része, ami egy büfé szolgáltatást is fog tudni nyújtani. Ezt, hogy valóban használható legyen, úttal, illetve parkolóval is el fogjuk majd látni. Mindezen feladatok megoldásához, elvégzéséhez a közbeszerzési, a kivitelezői közbeszerzési eljárást lefolytatták. Hol tart ez most, és mit lehet tudni róla? A 4 beavatkozási helyszínre mintegy 18 ajánlat érkezett, ez egyébként rekordszámonak mondható. Az is megállapítható, hogy a tervezői költségbecsléshez képest alacsonyabb árak érkeztek összességében. Megállapítható továbbá, hogy ebből adódóan várhatóan eredményes is lesz ez a közbeszerzés, hiszen az érvényesség az a létszám miatt ez már biztos. Jelenleg pedig hiánypótlás alatt vannak ezek a pályázatot benyújtók, ahol referenciákat és más egyéb általunk kiírásban rögzített feltételeket kell igazolniuk. Majd miután ez megtörténik, elindítjuk a folyamatba épített ellenőrzését magának a közbeszerzési kiírásnak. Aminek a végén, hogyha megvan a támogatói döntés erről, akkor lehet győztes kivitelezőt vagy kivitelezőket hirdetni, akikkel szerződést kötnek, és akik munkaterületet kapnak majd. Így van, pontosan ezt mi augusztusra gondoljuk, ez egy óvatos becslés, és mivel 6 hónap áll rendelkezésre a pályázati megvalósítására, tehát a kivitelezési munkákra, ez azt jelenti, hogy akkor januárra várható ennek a befejezése. Hírmagazinunkkal ott leszünk az első kapavágásnál.
véleménygyűjtő sorozatunk, eheti helyszíne a Svencerrét, amely március 3-án nyílt meg a város lakók előtt, és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Első alkalommal látogattatok ki ide a Svencerrétre, vagy voltatok már máskor is? Voltunk már márciusban, amikor megnyílt a játszótér, akkor kipróbáltuk. Akkor még kicsit hűvös volt az idő, most meg nagyon meleg van. De egyébként nagyon tetszenek a játékok, a lányok mindent kipróbáltak. Az egész parkot, ha nézzük, akkor a felnőtteknek is egy kellemes élmény lehet mondjuk itt sétálgatni, eltölteni az időt? Igen, voltunk itt idősebb családtagokkal is, és ők sétálgattak a tó körül, úgyhogy le lehet ülni a padokra, akár megpihenni, úgyhogy szerintem nagyon szép lett az egész környezet. Nagyon szép, hogy kizöldültek a fák. Szerintem napközben egy hiányosság van, hogy még nincs annyi árnyék, de ugye van elegendő fa, ami megnőhet, úgyhogy reménykedünk benne, hogy majd lesz. Azt hallottam, hogy nem először jársz itt ezen a játszótéren. Tetszik ez neked? Mi benne a jó? Hát nekem itt ebben minden tetszik, jók a játékok, jól lehet rajtuk játszani, meg van csúszda is, szóval nekem nagyon tetszik ez a játszótér. Van kedvenced? Hát az a pörgős mondjuk, vagy ez. És azt is láttuk, hogy bicajjal érkeztetek. Nem kellett hozzá autó, hogy eljöjjetek ide. Nem kellett már, hogy jobb bicajjal kitekelni, meg úgy gyors, meg úgy legalább erősebb lesz a lábunk. Jó néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk már egyszer, akkor még itt javában építési terület volt a Svencerrét, éppen hogy csak kezdtek kialakulni majd a leendő funkciók. Most márciusban már átadta a város az itt élőknek, erre látogatóknak a Svencerrétet, azóta a természet is megtette a magáét. Most itt a környéken élőként hogy látja ennek a területnek a megújulását? Hát gyönyörű, szép lett. Nagyon jót tett itt a befejezés után ugye az eső, az esős tavasz, és hát én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyiunknak így az álmain felüli. Nagyon szép, gondozott, folyamatosan virágzanak és nőnek itt a növények, és szerintem minden korosztálynak örömére szolgál. Esténként sok család érkezik, gyerekekkel játszanak, de ugyanúgy itt van az idős korosztály, látom, hogy itt a padokra kiülnek a környékbeli idősek, beszélgetnek, megjelennek a kutyasétáltatók, valamelyik nap éppen kismamákat láttam, itt 4-5-en találkoztak és beszélgettek, illetve a hétvégén örömmel láttuk, hogy egy fiatal pár, egy menyasszony és egy vőlegény is megjelent, és fotóhelyszínként használták, illetve itt a naplementébe a vízesésnél fotózkodtak. Az itt élők, mondjuk önök és az önök szomszéda is kijönnek ide azért? Igen, mindenképpen. Én itt látom, hogy a szomszédok is kijönnek, körbesétálnak. Én magam az unokámmal már jelzi, hogy üljünk a biciklire és menjünk, és akkor mindig kijövünk, úgyhogy szerintem a környékbeliek is nagyon szívesen használják. Monika itt lakik a Svencerrét szomszédságában, tulajdonképpen ez a megújult park a kertjük hátsó végével találkozik. Milyennek látja ezt a területet, amely megújult az elmúlt erős egy évben? Hát nagyon szép, nagyon tetszik nekünk. Sokat szoktunk ide kijönni biciklivel, körbe bicikliztük már, amikor elkészült. Nézzük a gyerekeket, hogyha itt játszanak, sokan jönnek egyébként ki. Úgyhogy nekünk nagyon tetszik. Várom a rózsákat, hogy bokrosodjanak, ezek nagyon tetszenek nekem, úgyhogy látom, hogy szépen használják, és egyre szebb ez a terület. Önnek kutyái vannak, méghozzá több kutyája is van. Kutyusokat is kihozza? Nem hozom ki a kutyákat, vannak jó sokan. Igazából azért, mert nagyon szeretik a vizet. És ugye nem kellene beleengedni ugye ebbe a kis látványtóba a kutyákat. Aztán inkább nem hozom őket, hogy ne stresszeljem őket, hogy itt a tó belemehetnék, de nem mehetek, mert a gazdi nem enged. Úgyhogy ők nem jönnek ki velünk ide. Családokat,
Fiatalokat, időseket egyaránt lát a területen sétálni, pihenni? Igen, idősebbek is jönnek ki, egész családokat is látunk, gyerekek nagyon sokszor itt vannak a szülőkkel, illetve a padokon a fiatalok elülnek, beszélgetnek, volt, hogy zenét hallgattak, volt, hogy később este énekelgettek, jó kedvük volt, úgyhogy használják nagyon sokan. Több mint két évtizede hagyományvárosunkban, hogy június 16-án az 1848-as első szabad helyhatósági választások napján tartja az önkormányzat Pápaváros napját. Az ünnepi rendezvény tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt, csak az esti szentmisén emlékeztek a városépítő elődökre. Idén pedig szűk körben tartották meg a hagyományos programot. A városnapi konferencia helyszíne ezúttal a Téglagyári úti sportcentrum volt, témája pedig a városrész megújulása. A városnapi program új elemeként délután dr. Áldozó Tamás szintén szűk körben adta át a jó tanuló diákoknak a város elismerését. Este pedig városépítő gróf Eszterházy Károly püspökért mondott misével zárult a rendezvény. Pápaváros napja a hagyományok szerint egy-egy jeles évfordulóhoz, híres személyiséghez vagy történelmi eseményhez kötődik, de volt, hogy egy fejlesztési időszak lezárása adta az ünnepi program apropóját. Az idei évben egy városrész fejlesztésének fontos mérföldköve volt a délelőtti zárt körű konferencia témája, s ehhez igazodott a helyszín is. A Téglagyári úti sportcentrumba várták a meghívottakat. Kezdünk visszatérni a normális kerékvágásba, és a játékfesztiválnál még nem lehetett visszatérni a régi formához, ám bár itt sem, de itt azért már legalább emlékeztetett arra, ami a korábbi években is történt. Ugye korábban mindig egy kis konferenciával szoktunk megemlékezni valamilyen jelentős eseményről, így volt ez idén is, most arról emlékeztünk meg, amit a tavaly és tavaly előtt dolgoztunk azért, hogy ez a városrész megújuljon. A konferencián a Svencerrét régmúltját idézték fel, szó esett a megvalósult beruházás részleteiről, sőt a további fejlesztési lehetőségekről is. A régmúltat Somfai Balázs nyugalmazott levéltáros idézte fel, aki a Svencerrét elnevezésének eredetét kutatta. Azt kell mondanom, hogy az mindig nagy dolog egy múlt kutatója számára, hogyha a múlt és a jövő ilyen módon tud találkozni, mert most itt az történik. A Svencerrét, amennyire meg lehet ezt állapítani, a Svájcerrét szóból, illetve egy még korábbi változatában a Svájcerejből származik, ami tejelőtehenészetet jelentett, ugye a 18. század fellendülő középső szakaszában, és az akkori Magyarország nyugati vidékein, tehát ugye a birodalomhoz közelebb eső részeken, leginkább Bécshez, a felvevő piacot szolgálta ki az igényesebb tej feldolgozásra készítményekkel. Na most ennek sajnos se a keletkezését, se a későbbi sorsát egyre legalábbis még nem nagyon látjuk, tehát az igazi szakemberek se tudják ezt mondani, de az biztos, hogy itt is volt svájcerej, vagyis svájci tejelőtehenészet. Aztán ahogyan szokott lenni, a név megmaradt akkor is, amikor már régesség nem volt meg ez a bizonyos üzemi egység, de elindult a saját útján, és egy kicsit eltorzult. És na most mind a nyelvészet általában feltételezéseket mond, meg párhuzamokra hivatkozik. Valószínű, hogy a svájcerejből lett a svencel. A svájcerből a svencel, és mivel egy ilyen lapályos rész volt, és amúgy is füves kert volt eredetleg, így ebből lett a svencelrét. Ez egy természetes folyamat egy város életében, a fővárosban is vannak rétek, meg majorok, egészen bent a közepén is, úgyhogy szerintem lehet vállalni manapság is. A Téglagyári út menti területek az elmúlt két évben rendkívüli változáson mentek át, a barnamezős projektnek köszönhetően. A 3,3 milliárd forintos projekt részleteit Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető ismertette. Ha azt mondjuk, hogy egy városrész megújul, akkor abban én semmilyen túlzást nem látok, hiszen aki korábban erre járt, vagy itt él, és nap mint nap szembesült azzal, hogy nézett ki valamikor ez a terület,
és annak a helyén mi valósult meg, akkor én azt gondolom, hogy összességében az elmondható, hogy a város nem csak hogy megújult, hanem nagyon nagy mértékben gazdagodott. És én azt gondolom, hogy független attól, hogy most ez az Erzsébet városban van, és a Téglagyári út környékén, de valamennyien gazdagodtunk vele, hiszen olyan elemekkel bővült ennek a területnek a funkciója, ami én azt gondolom szinte mindenki számára nyújt valamit. Az idősnek, a gyereknek, a sportolónak, a sportot szívesen nézőnek, akinek kutyusa van, meg aki csak egyszerűen annak örül, hogy a város gazdagabb lett. A projekt 3 beavatkozási pontot érintett, mint 3 leromlott, elhanyagolt állapotban volt. A Téglagyári úton haladva a körforgalomtól befelé, az egykori gázcseretelep helyén alakítottunk ki egy kutyás egéliti parkot, ami az épületnek, illetve a környezetének a teljes megújítását jelentette. Ha tovább haladunk ezen az úton, akkor az egykori magtárépületnek a helyén, illetve az itteni részben magántulajdonban, részben vegyes, részben önkormányzati tulajdonban levő szociális bérlakások és eléggé komfort nélküli lakásoknak a helyén egy csodálatos sportközpont épült, annak a kiszolgáló létesítményével, a tekepályájával, az atlétikai pályával, a fitnessközponttal és azokkal a sportpályákkal, ami nem csak atlétikáról szól, hanem a streetballról, a skatepályáról, de ami nekem nyilván a legkedvesebb az atlétikáról, ahol edzések lehetnek, ahol ma már több száz gyerek mozog szinte nap, mint nap, és egy olyan lehetőséget biztosít, ami az egészséges életmód fele mutat a gyerekek és a szülők számára. És a Svencerét, ami egy elhanyagolt növényekkel, cserjékkel benőtt terület, ami ma parkká változott, ahol lehet sétálni, lehet játszani a gyerekekkel, egyszerűen csak gyönyörködni a levegőztetőben, ami a tó közepén van. Tehát én azt gondolom, egy teljesen megváltozott környezetet látunk itt ma. Óriási volt ez a beruházás. Így van pontosan. Ez az összeg tekintetében is elmondható, hiszen 3,2 milliárd forintot meghaladó összeg volt. Nagyon nagy munka volt az, amit itt el kellett végezni, és ha mellé tesszük azt, hogy ma az országban pontosan ezeknek a pályázatoknak a következtében komoly munkaerőhiány van, nekünk sikerült olyan partner találni ebben a munkában, akik jó minőségben elvégezték azt, amit mi szerettünk volna, és én úgy érzem, hogy ez sikertörténet a városnak, a polgároknak, de annak a gazdasági társaságnak is, aki ezt végezte. A múlt és a jelen után dr. Áldozó Tamás polgármester a városrész fejlesztési lehetőségeiről és terveiről beszélt. A város megvásárolt azt a 3,4 hektár területet, ami a Bakonyerdő ZRT tulajdonában volt, és ezen a 3,4 hektárnyi területen tudjuk bővíteni a jelenlegi Svencerrétet. Többek között olyan funkciókat tudunk kialakítani, amik ma még hiányoznak, ilyen például a nagyobb parkolókapacitás, vagy ilyen az a fajta központi épület, ami szolgáltatásokat tud nyújtani a parkba érkezőknek. Ez egy teljesen megújuló városrész? Mindenképpen, hisz nem csak a Svencerrét a beavatkozási pontja ennek a megújítási folyamatnak, hiszen ahol vagyunk, Téglagyári út, ez már a másik oldala ennek a területnek, és azért ezen a területen is vannak további terveink. Vannak ingatlanjaink is már, amik a mi tulajdonunkban vannak, és vannak olyan ingatlanok, amiket megkívánunk szerezni azért, hogy ez a rehabilitáció megtörténhessen, és ugyancsak egy nagy infrastruktúrális beruházás lesz majd az, amikor a Téglagyári út jelenlegi zsákút jellege megszűnik, hanem a város egyik bevezető útjává tud majd változni, az pedig végérvényesen át fogja sorolni, másolomba fogja helyezni ezt a környéket. A városvezető egy a város egészét érintő víziót is felvázolt előadásában. Ebből a jövőképből azt kell kiemelni, hogy szerintem egy paradigmaváltás előtt állunk. Ennek a paradigmaváltásnak fontos elemei vannak. Először is felértékelődnek azok a városban található területek, amik megújíthatóak és a zöldnek visszaadhatóak, hiszen ebben az esetben abban marad a város területének extenzív növekedése, hanem már az eddig elfoglalt területeket tudjuk újraértelmezni. Másrészt pedig ennek eredményeképpen átalakul a város, és azt mondhatjuk, hogy nem egy város lesz sok zöld területtel, hanem egy város lesz a parkban. És ha egy város van a parkban, akkor az nagyon sokak számára vonzó lehet. Vonzó lehet egy olyan városban lakni, amelyik egy parkban található, vonzó olyan helyen gyermeket nevelni, vagy olyan helyen tölteni a hétköznapjainkat, ünnepeinket, ahol a természeti környezet ott van karnyújtásra. Időben mennyire kell előre néznünk ezekhez a
tervekhez? Különböző időtávok vannak. A Schwenzerét 3,4 hektáros területének a megújítása az előttünk álló Európai Uniós ciklus barna mezős beruházása lehet, tehát akár 2-3 éven belül is megvalósulhat. Én azt gondolom, hogy a téglagyári útnak a bekötése a rendő elkerülő útba, keleti elkerülő útnak az első szakaszában, amelyik megépül, az mondjuk egy 5-6 éven belül megvalósulhat. Hát aztán az, hogy ez a város legyen a parkban, az pedig sok-sok további munkát jelent, aminek ugyancsak vannak előkészített lépései, például az Öreghegy térségébe erre az évre tervezett erdősítésünk. A városnapi konferencia a fejlesztési helyszínek bejárásával zárult. A vendégek megismerkedtek a sportcentrummal, sétáltak a Schwenzerréten, és az egykori dohányszárító épületét is megtekintették. Pápaváros napja az idei évben egy új programelemmel bővült. Ekkor adta át dr. Áldozó Tamás polgármester a Jó Tanulók Városi elismerését. Szerencsés egybeesés, hogy Pápaváros napjának ünnepi programjait színesítheti, gazdagíthatja ez a ceremónia, hiszen a tanév 15-ig tart, Pápaváros napja pedig 16-a. Ez azt jelenti, hogy hagyományossá fog válni ez az esemény? Igyekszünk, hiszen ugye a Pápaváros napjának is az elmúlt 21 néhány éve kialakult a hagyományos napirendje, délelőtti konferencia, megemlékezés, kulturális program és az esti szentmise, illetve koszorúzás. És a kettő között kínálkozik az idősáv arra, hogy sort kerítsünk a díjak átadására. Én azt hiszem, hogy jó helyre kerül ez ilyenkor. A városvezető úgy látja, az, hogy a diákok Pápaváros napján vehetik át az elismeréseket, az a díj rangját is emeli, és a városnap programját is méltón erősíti. A pandémia azt jelentette, hogy elmaradt a szokásos díjaknak az átadása, és így lehetőséget teremtett arra is, hogy újra gondoljuk a kitüntető címeknek az átadását. És úgy döntöttük, hogy szétválasztjuk a különböző típusú teljesítményeket. A kiválók közül is megkülönböztetjük a legjobbakat, ők a jó tanuló, jó sportolók, hiszen ők két területen is kiemelkedőt nyújtanak. De vannak olyanok, akik vagy nem jó tanulók, vagy nem jó sportolók, de ettől még kiemelkedő tehetségek. És így két különböző időpontban őket is köszöntjük. A jó sportolókat majd évvégén, amikor a sporteredmények már egész évre nézve ismertekké válnak, a jó tanulókat pedig tanév végén, hiszen az ő bajnoki rendszerük az a tanévhez igazodik. Ismerté váltak a tanulmány eredmények, a különböző tanulmányi versenyeknek már vége, így itt volt a lehetőség arra, hogy a jó tanulókat köszöntsük. Azt tettük meg ma, természetesen azzal együtt, hogy a felkészítőiknek is elismeréseket adtunk át. Ön nem csak a diákoknak és felkészítőiknek, hanem a szülőknek is gratulál. Az iskolai teljesítménybe, de természetesen a sport teljesítménybe is bent van a felkészítőknek, tehát a tanároknak, illetve az edzőknek, a gyerekeknek, valamint a szülőknek a teljesítménye, hiszen hogyha ebből a három elemből valamelyik nem egy irányba mutat, valamelyik hiányzik, valamelyik ellentmond a másik kettő elvárásainak, akkor nem igen tud nagy eredmény születni. Így én azt hiszem, hogy akkor, amikor elismerést adunk át, akkor mind a három felet köszönten illik. A polgármester 26 diáknak és felkészítőjének nyújtotta át a város elismerését. Voltak, akik a tudományok, mások a művészetek terén teljesítettek kiemelkedően. Böröcki András Bálint, a Munkácsi iskola diákja, matematikából jeleskedett. Több országos versenyen is első helyezést ért el. Neked a kedvenc tantárgyad a matek? Igen, az a kedvenc tantárgyam. Miért? Hogyha szembe jön velem egy feladat, akkor az érdekes, gondolkoztató, és nagyon sokszor, és le tudnak kötni. Aha, sokat tanulod a matekot? Igen, nagyon sokat tanulom, interneten is. Az iskolában Anita néni segít felkészülni, a Spisics Laci bácsi külön, és otthon a szüleimmel és egyedül is szoktam felkészülni a versenyekre. Ez azt jelenti, hogy esetleg majd, amikor továbbtanulásról lesz szó, akkor is a matematika meghatározó lehet a jövődben? Igen, az lesz. Informatikusnak szeretnék menni. András egyik felkészítője, Stoffer Anita, aki elismerően szólt diákja tehetségéről és szorgalmáról.
Ugye a matek versenyeknél nagyon fontos nyilván az adottság is, tehát hogy mennyire van a gyermeknek érzéke az adott tárgyhoz. Andrisnál ez nagyon megvan, viszont mellette fontos a szorgalom is, és az a munka, amit még belefektet, és Andris rendkívül szorgalmas. Nyilván az is segít minket, hogy nagyon-nagyon szereti a matematikát, tehát szerintem ő nem tehernek éli meg ezt a sok gyakorlást, hanem örömmel végzi a matek feladatokat, úgyhogy nagyon könnyű dolgom van Andrissal. Mit gondol erről, hogy az önkormányzat is elismeri a kiváló teljesítmény nyújtó diákokat, hogy a tehetségeseket, versenyeredményeken nagy sikert elérőket külön is jutalmazzák? Ez mindenképpen nagyon jól esik nekünk, és nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak az elismerést. Nyilván mi az iskolában is igyekszünk elismerni és jutalmazni, mert nagyon büszkék vagyunk rá, viszont azért egy ilyen városi szintű elismerés azért egy külön öröm a diákoknak is és a felkészítőknek is. Pápaváros napjának ünnepi eseménysora este a Nagy templomban folytatódott, ahol városépítő gróf Eszterházy Károly püspökért mondott misét dr. Mail József apát plébános. A magyar és latin nyelven celebrált szentmisén felidézték a püspök életútját, munkásságát és városépítő tevékenységét. Az egésznapos rendezvény a hagyományoknak megfelelően a püspök főtéri szobrának megkoszorúzásával és mécses gyújtással zárult. Múlt hét csütörtök óta emléktábla hirdeti a főtér 19-es számú épület homlokzatán, hogy itt élt Maier György, kőedénygyáros és Zala György világhírű szobrász. Az emlékjel elhelyezést dr. Mezőhegyi Gergő kezdeményezte, aki egyenes ági leszármazottja Zala Györgynek. Az emléktábla állítást Pápaváros önkormányzata és a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatta. A közös projektet az elsősorban Pápai Városbarát Egylet segítette. Maier György pápai posztógyáros, a kemény cserépgyár 19. századi felvirágoztatója volt, akinek tevékenysége jelentősen hozzájárult a város gazdasági és kulturális felemelkedéséhez. Leszármazottja Zala György világhírű szobrász, aki többek között a budapesti milleniumi emlékmű számos szobrának megalkotója. Mindketten éltek a főtér 19-es számú épületben, melyen márványtábla őrzi emléküket, amit a múlt héten avattak fel. Az emléktábla elhelyezés kezdeményezője dr. Mezőhegyi Gergő volt, Zala György leszármazottja. Én azt gondolom, hogy a kőedénygyárral a Maier György, mint egyfajta aranyember, nagyon sokat tett és próbált tenni Pápa városért, ugyanígy Zala György, világhírű szobrász művészünk nagyon sokat tett a nemzeti kincsünk öregbítéséért. Én azt gondolom, hogy egy emléktábla állítása mindkettőjüknek egy nagyon nemes célt szolgál. Külön öröm számomra, hogy ezt családfakutatáson belül felmenőim részére történhet ez az átadás. Dr. Mezőhegyi Gergő Lendvával, Zala György szülőfalujával és a pápai önkormányzattal is felvette a kapcsolatot, s mindkét település pozitívan állt a kezdeményezés mellé. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség évek óta büszkén ápolja híres szülötte emlékét. Jelképesen 1986-ban tért Zala György vissza Lendvára, szülővárosába, amikor is a várban felállították az első Zala György emlékszobát. Lendva város több helyen is őrzi az emlékét, főleg a Lendvai Magyar Önkormányzatnak köszönhető az, hogy Zala György kultuszát próbálják napi szinten, évi szinten nagyon-nagyon fölpörgetni, ami azt jelenti, hogy születésnapján mindig van nekünk egy kétnapos vagy egynapos rendezvényünk. 2008-ban volt az, amikor Zala György mellszobrát felállítottuk a róla elnevezett téren Lendván. Ezen kívül 2009-ben felállításra került az emléktábla azon a helyen, közel azon a helyen, ahol a Zala György szülőháza volt, és 2018-ban, amikor szintén évfordulós évünk volt, akkor a Bánfi Központban felállítottunk az udvarában egy fotókiállítást a műveiből. A Lendvai Magyar Önkormányzat elnöke Vida Törnár Judit számára egyértelmű volt, hogy részt vesz a pápai emléktábla avatón. Az önkormányzatunk úgy gondolt, hogy egy ténylegesen is jó ötlet lehet, és a két város akár az erősítésére is szolgálhat, mindenképpen pedig az legfontosabb az, hogy az utókor is
ismerkedjen meg minél jobban Zala György nevével, mert úgy érzem, hogy mindenki tudja, hogy létezik a Hősök tere, de nagyon sokszor elfelejtjük, hogy ki az, aki készítette, és így gondolom, hogy egy picit rásegíthetünk arra, vagy abban segíthetünk, hogy ténylegesen is a neve a köztudatba azért beleépüljön. Az emléktábla avatón dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, és úgy fogalmazott, Maier György és Zala György életének, pápai szálainak megismerése sokat hozzátesz a város történethez, ezért fontos emlékezni és emlékeztetni. Azt gondolom, minden családban fontos az, hogyha családi emlékek között kutatva valami olyat találnak, amire nem is gondoltak, de annak értéke van. Hát épp így vagyunk mi a saját városi történetünkkel, amikor újabb és újabb hírességeket fedezünk föl, akiket mi is magunkénak vallhatunk. Zala György a miénk is, illetve Zala György kapcsán most sok mindent megtudtunk a Maier családról. Elhangzott itt az emléktábla avatós beszédeken, hogy pápán Zala Györgytől semmiféle alkotás nincsen, változhat-e ez, tervezik-e most ez alapján? Tervezni nem tervezzük, de itt, amikor ezek elhangoztak a beszédben, akkor arra gondoltam, hogy van nekünk Erzsébet ligetünk, ő neki pedig van Erzsébet királyné szobra, és ha ebből kombinálok egy picit, akkor abból nagyon hamar ki jöhet az, hogy végig gondoljuk, tehetünk arra javaslatot, hogy mondjuk az Erzsébet ligetbe egy ilyen szobrot felállítsunk, és akkor Zala Györgynek is emléket állítunk. Az Erzsébet liget hagyományaihoz is hülyek vagyunk, kerekebbé válik az a történet is. Az emlékjel állításban közreműködött Kerecsényi Zoltán az elsősorban pápai városbarát egylet ügyvivője, aki a táblaavaton Maier György és Zala György munkásságát méltatta. Kiemelte, ez az első magyarországi köztéri tábla, amely Zala György emlékét őrzi. A Magyar Rendvédelmi Kar által alapított elismerést, a rendvédelemért emlékérmet 2020. novemberében Pintér Péternek, a pápai székhelyű 7 csillag kulturális és sportegyesület vezetőjének is odaítélték. Az emlékéremre a pápai rendőrkapitányság korábbi vezetője Szappan Csaba rendőr alezredes tette a javaslatot, amellyel dr. Fellegi Norbert, rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány is egyetértett. Pintér Péter a díjat a járványhelyzet miatt 2021. június 11-én vehette át. Az elismerést azért kapta, mert képzésekkel segíti a pápai rendőrkapitányság munkáját. A világ változik, és egyre nagyobb feladatokat ró minden fegyveres testület számára. Szálljunk ki az autóból, azt mondtam. Nagyon fontos egy városban, hogy a rendőrség minél képzettebb és minél erősebb kiállású legyen, fogalmazott Pintér Péter, a 7 csillag egyesület vezetője, aki úgy vélekedik, pápa jó helyzetben van ezen a téren. Az átlagember ez az, amit először észrevesz, hogy a közbiztonsága az olyan, amilyen, és hogyha kell, akkor nyugodtan sétálhat az utcán. Hát azt gondolom, hogy pápa ebben a szempontból szerencsére nagyon jó helyzetben van. A sportegyesület vezetője 10 éve működik együtt a pápai rendőrkapitánysággal. Az állománynak különböző intézkedéstaktikai oktatásokat tart. Kiemelkedő teljesítményét a Magyar Rendvédelmi Kar most egy emlékéremmel jutalmazta. Tudtuk meg Bauer Tibortól, a pápai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetőjétől. Pintér Péter kvázi civil segítőként hosszú évek óta segíti a pápai rendőrkapitányság munkáját. A közterületi szolgálatot ellátó állományunknak évek óta intézkedés taktikai foglalkozásokat, önvédelmi foglalkozásokat tart, tudásával segíti az állománynak a felkészültségét. Van egy olyan tudása és egy olyan előadói készsége, amit mi azért nem tudunk itt biztosítani az állományunknak. Ő azt látjuk folyamatosan képezi magát. Ezt a tudást átadta a mi kollégáinknak is. Rengeteg új munkatársunk jött azóta az állományba, akiknek a fejlesztése az folyamatosan szükséges.
Tavaly évben került sor arra a javaslattételre, amit Szapan Csaba, a lezeres úr, akkori kapitány úr terjesztett elő, amivel szerettük volna elismerni Pintér Péternek azt a munkát, amit hosszú évek óta végez, amivel segíti a pápai kapitányság munkáját, és örülünk annak, hogy ez a javaslatunk célba ért. Az emlékérmet a Belügyminisztérium színháztermében június 11-én vehette át Pintér Péter. A díjazott megtiszteltetésként éli meg, hogy munkáját ebben a formában is elismerték. A rendvédelmi karnak ugye 6 fegyveres testület a tagja igazából a rendvédelem belül. 2012-ben alakult, és gyakorlatban mindenki, aki ennek a 6 szervezetnek a tagja, az ugyanúgy a rendvédelmi kar állományába is kerül. A Belügyminisztérium vezénylése alapján, és gyakorlatban hát itt nagyon-nagyon sok emberről beszélünk, tehát ez azt hiszem, hogy még jobban emeli számomra is ennek a kitüntetésnek az értékét. Az együttműködés eddigi 10 éve alatt sok jó tapasztalatról tud beszámolni, mind az egyesület, mind a kapitányság. Ennek a célja az volt, hogy tényleg a pápai rendőrkapitányságnak az állományának a képzéséhez is a magunk részéről hozzá tudjunk járulni. Nagyon régóta működik már a Hétcsillag Egyesület Pápán, ugye 90-ben kezdtük el a működését, és 95 óta vagyunk ugye jelen úgy, mint pápai egyesület, és gyakorlatilag 2010-ben volt egy olyan, hogy bővült egy kicsit az egyesület repertoárja, és a szisztema irányzat is megjelent nálunk, amiről annyit kell tudni, hogy kimondottan ilyen katonai közelharci képzésekre épül rá az oktatás tematikája, és hát innen egyenes út vezetett arra, hogy mivel ugye mind az egyesület vezetése, mind úgy gondolom az egyesület gondolatiságához is nagyon szorosan hozzátartozik, hogy egy picit itt a helyi dolgokhoz is hozzátegyük azt, amit tudunk. Igazából ennek köszönhető, hogy az elindult. Az oktatások kapták a fő hangsúlyt, tehát az annyit jelent, hogy alosztályonként történnek általában az oktatások havi rendszerességgel, rendőrségi instruktorral közösen az egyesület termébe, zártan természetesen, amiben én tudok segíteni egy kicsit, hogy maga azzal a tapasztalattal, ami szintén azért most már lassan több mint 25 éves harcművészeti tapasztalat, abban egy kicsit a gyakorlatiságát tudom emelni ezzel. Gyakorlatban különböző testi kényszerek azok, amik legtöbbször előkerülnek, tehát a különböző passzív ellenállásban, illetve az aktív ellenállásban való elvezetések, lefogások, illetve bilincselések azok, amikben szintén közreműködök én is. Az együttműködés továbbra is folytatódik, bár a járványhelyzet miatt szünetelt a képzés, a közeljövőben újraindítják az oktatást.